valóban sokunknak ebből a gyermeki művészlétből az marad meg, hogy élvezni tudjuk a művészet különböző ágait, de vannak közöttünk azért olyan szerencsések is, néhányan, akik felnőve, magukba megőrizve ennek a gyermeki művészlétnek egy csíráját, az életpálya egy későbbi szakaszában el tudják azt érni, hogy ez szárba szökken, és a művészet valamely ágában elmélyednek, és maguk számára ezzel örömet szereznek, akár amatőr, akár profi művészként, és a családjuknak, szűkebb, tágabb környezetüknek is örömet szereznek. Ez történt öcsémmel, Gézával is, aki mérnöki végzettséggel, informatikai és mérnöki végzettséggel ezen a pályán helyezkedett el felnőve, majd pedig pályájának során pár évvel ezelőtt rátalált a fotózásra, mint szórakozásra, majd egyre jobban elmélyült benne, és egyre több örömet talált benne, és hát bennünket is megörvendeztetett egyre gyakrabban a művészetével, szórakozásával. Volt-e nálunk a családban egy kicsit visszagondoltabb ennek előzménye? Be kell vallanom, hogy így művész, profi művész nem nagyon volt a mi felmenőink között, de ahogy így végig gondolom a gyerekkorunkat, mindkét ágon voltak szép számmal olyan nagyszülők, szülők, családtagok, akik a művészeteknek valamelyik ágát művelték, többnyire amatőr módon, és inkább a zenei ág volt jellemző, de azért volt olyan is, aki a fotózás nagyon kedvelte. De igazán művész nem volt a családban. Mit látunk mi átlag emberek ma a fotózásról, ha ezt így végig gondoljuk? Hát az jellemzi manapság így a mindennapokat, hogy fotózni ma már szinte mindennel lehet, vagy nagyon sok eszközzel. Szinte a legtöbb telefon alkalmas rá, hogy gyorsan képeket készítsünk. Sokan tablet számítógépeket hordoznak, és maguk elé tartva igyekszenek minden pillanatot rögzíteni. Vannak, akik testre szerelhető kamerákat használnak, fejkamerát, és igyekeznek a legtöbb érdekes pillanatot képre rögzíteni. Ez azt okozza, hogy egy kicsit felszaporodik, és talán fel is higul, igen, ki lehet mondani, felhigul a fényképezés. Nagyon sok olyan kép is készül, amit aztán nem használunk, valahol eltároljuk, de nem vagyunk rá büszkék. Én magam is igazság szerint be kell vallanom, hogyha fényképet készítek, akkor általában egy témáról gyorsan csinálok ötöt, hogy egy biztos jó lesz. Aztán lehet, hogy egy se lesz jó, de azért egy közel lesz ahhoz, hogy vállalható legyen. Tehát jellemzi ez a manapság a fényképezést, hogy a fényképek átlagminősége lecsökken. Persze vannak azért sokan, akik igényes fotósok, de itt is vannak azért végletek. A fotózás vitathatatlanul ma már egy technológiai, nem sport, hanem technológiai, technikai művészet, komoly technikai hátteret lehet felvonultatni, és vannak olyanok, akik ebben élnek, hogy minél a legjobb technikát használják, a legjobb gépeket, a legprofibb kiegészítőket, és hát már szinte sokszor úgy érezzük, hogy mindegy is az, hogy mit fényképeznek, makrókról, mikrókról, pixelekről szól minden. Egy másik véglet az, amikor a fotós abban teljesíti ki magát, hogy felkeresi a világ legeldugottabb zugait, legexotikusabb tájait, ahova átlagember valószínűleg magától úgy már is nagyon tud eljutni, és az ottani tájakról, emberekről készít fényképet. Ez persze lenyűgöz minket, mert ugye ezekre a helyekre nem tudunk eljutni, de sokszor a távolság miatt nem igazán tudjuk átérezni ezeket a képeket, nem nagyon tudjuk magunkat beleélni. Az itt kiállított képek, amelyeket Géza készített, igazolják azt, hogy megfelelő arányokat tart Géza. Jól használja a technikát, de nem erről szól minden. Sokkal nagyobb szerepe van a témának, a témáknak, a beállításnak, fényviszonyoknak. Könnyen tudunk azonosulni a képek világával is.
a fényképezett tájak, természeti környezetek olyan helyekről származnak, amelyeket mi is felkereshetünk. Talán jártunk is már ezeken a helyeken, csak nem úgy néztük, nem vettük észre azt, amit Géza a fényképezéskor észrevett és megörökített. Ebben a felgyorsult és kicsit felhígult képi világban, amelyben ilyen gyorsan és nagy számban lehet képeket gyártani, különösen nagyra értékelendő az, amikor egy fotós érezhetően nagy gonddal választja meg a fényképeinek a témáját, sokszor hosszú időket szán arra, hogy a megfelelő beállítást elérje, sokszor többször felkeresi az adott helyszínt, ugye természetfotózásnál ez sokszor távolságokat is jelent, hogy a legmegfelelőbb képet készítse el. Minden fényképen mindig megtalálható két ember, a fényképész és a néző. Kérem önöket, kérlek benneteket, hogy járjátok körbe a kiállítást, nézzétek meg a képeket, és biztos vagyok abban, hogy minden képen meg fogják találni a fényképészt, és bízom abban is, hogy a legtöbb képen meg fogják találni önmagukat is, és hogyha megtalálták, akkor elegyedjenek is szóba vele. Amikor fényképezünk, láthatóvá tesszük gondolatainkat, ami bennünk van, ami még más számára elérhetetlen, láthatatlan. Amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy milyen témát válasszunk, válaszul azt kapjuk, hogy azok a képek lesznek igaziak, valódiak, amelyeket te magad igaznak gondolsz. Mindig a mi döntésünk, hogy miként készítünk el egy felvételt, hogyan szeretnénk magunkat kifejezni benne, hogyan szeretnénk megmutatni a mondani valóját, mert a fényképeink a mi egyéniségünket tükrözik, megmutatkozunk bennünk abba a formába, amit az adott pillanatban érzünk, amikor fényképezünk. E gondolatok mentén készültek a kiállítás képei. Nagyon szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek, és ez nagyon, nagyon megtisztelő, és kicsit zavarba is vagyok, úgyhogy ez nagyon jól esik, úgyhogy ezt nagyon köszönöm. És nagyon szeretném azt is megköszönni, hogy ezek a képek itt kiállításra kerülhettek ebben a formában. Nagyon köszönöm azt az együttmunkát, amit együtt csináltunk, hogy ez megvalósuljon. Nem kis munka van benne, de megérte, látom. Úgyhogy nagyon köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van, meg aki ebbe dolgozott. Mi alapján választotta ki pont ezt a fotóművészt? Ez az első kiállítás, amit én szervezek itt a Munkácsi Műhelyes Házban, de már régóta, itt a Munkácsi Galériában régóta van már kiállítás nálunk. Ez a kiállítás konkrétan úgy jöhetett létre, hogy jelentkezett nálam a művész, hogy szeretne kiállítani, és mi alapkoncepciónk az, hogy török bálinti művészeket, ez mindegy, hogy zenész, vagy képzőművész, bármilyen előadó művész, támogatjuk a lehetőséget a megjelenésre. Mit gondol a művész úrról, illetve munkáiról? Engem nagyon megfogtak a képek, a harmónia, az az együttes hatás, amit a természetfotó nál a fotó mögött, amit felfedezhet az ember. Egy-egy kép rávilágít olyan gondolatokra is az ember fejében. Egy-egy képnél olyan gondolatok is születnek az ember fejében, aminek tulajdonképpen már semmi köze nincsen magához a képhez. A fotóban olyan dolgokat is felfedezhetünk, amik nincsenek is benne. Olyan dolgokat láthatunk meg, amik nem természetesek a természetfotón. Például a levélben a fák fotón, ami az egyik személyes kedvencem a kiállításon. Nagyon sok minden olyan látható, ami tulajdonképpen csak egy levél, de valójában mindenkinek a saját élettapasztalata, élményei alapján egészen más képeket és gondolatokat is ébreszt. Miért tartja a művelődési ház fontosnak, hogy legyenek ilyen kiállítások? A legfontosabb, hogy szerencsénk van egy nagyszerű kiállítóterünk, és a művelődési háznak elsődleges dolga közművelődés ügyét szolgálni, és ez nem csak zenével, tánccal, színházzal, koncerttel, civil szervezetek támogatásával és a civil kapcsolatok ápolásával, hanem a képzőművészet ápolásával is tesszük. Esetleg ilyen téren a fiatalokat is meg tudják ez az esetleges kiállításokkal szólítani? Ennek a kiállításnak az az előnye többek közt, hogy a fiatalok
amikor áthaladnak a kiállító téren, hiszen két nyílása van, akkor ha akarnak, ha nem, találkoznak a kiállított tárgyak, ezek hatással vannak rájuk, és a jövőben ez, mint kiállítás látogatókat fogja őket megváltoztatni. Ön művésznek tartja el magát, és hogyha igen, akkor ön szerint mitől lesz művész egy művész? Én magamat nem tartom művésznek, mert nem én mondom meg magamról, hogy művész vagyok-e. Más emberek, vagy akik látják a képeimet, azok állapíthatják meg, hogy én milyen rangsorolásban vagyok. Nagyon szeretek fotózni, nekem a hobbim a fotóm, és egyre jobban szeretem, ezért lehet, hogy az leszek, nem tudom, tehát ez nem én mondom meg ezt. Szerintem attól lesz egy művész valaki, vagy fotós, aki fotószemmel vesz észre azokat a képeket, amiket meg akar örökíteni. Tehát úgy készíti a képeket, hogy észreveszi őket, és akkor nagyon szépen megkomponálja. Tehát szerintem a fotózásnak az a lényege, hogy az ember lásson, hogy vegye észre azokat a természeti csodákat, amik kellenek ahhoz, hogy egy nagyon jó kép megszülessen. Tehát én azt gondolom, hogy ez így van. Rengeteg munkája különböző városokban készült, akár még külföldről is beszélünk. Ön ilyenkor azért indul meg, hogy fotózzon, vagy csak úgy arrafelé jár és meglát valami szépet, amit lefotóz? Tehát maga a külföldi utazásoknak nem elsősorban a fotózás a célja, de mindig nálam van a gép, és hát úgy megyek, hogyha látok valamit, fotózok. Tehát, de nem az a cél, hogy most én azért utazok el mondjuk Szlovéniába, vagy azért utazom meg mondjuk Barcelonába, csak most mondtam egy példát, mert hogy ott mindenképpen képeket akarok csinálni, majd meglátjuk, odaérünk, és akkor ha látok szép dolgokat, megcsinálom. Olaszországban voltam legutóbb, és ott rengeteg képet csináltunk, tehát az nagyon sokat. De volt olyan másik hely, ahol meg 100 alatt. Tehát ez attól függ, hogy milyenek a fényviszonyok, milyen a légkör, meg milyen az egész, milyen az egésznek a hangulata. Tehát ezt nem lehet megjósolni. A háta mögött Török Bálinton készült ez a két darab kép. Ezt azért készültek Török Bálinton, mert tudta, hogy itt fog kiállítani, vagy van esetleg valamilyen más kötődése is a kisvároskánkhoz. A két szélső kép, ők egy lépcsőházban készültek. Nem volt tervezve, ez gyakorlatilag az otthonomba készült, amikor mentem el, és volt egy cserepes virág, amire besütött a nap, és pont egy olyan kompozícióba sütött be, hogy ott meg kellett állni. És el is késtem arról a helyről, ahova mentem, viszont sikerült két képet komponálni, ami szerintem nekem nagyon tetszik. Tehát helyi lakos, ha jól értem. Igen, itt lakom, Török Bálinton. Igen. Azt mondta, hogy az, ami ön mögött van kép, az egyik kedvence. Miért? Azért, mert nagyon szépen kifejezi a szépséget, a természetet, a csodát. Tehát ezen a képen szerintem nagyon látszanak a fényviszonyok. Nagyon látszik az, hogy én mit akartam megmutatni, hogy magát a szirmokat, ugye egy kicsit elhomályosítva a mögötte lévő zöld leveleket. Talán az, hogy egy nagyon szép virágot így kiemeltem, hogy nyílik, és hogy ez egy szabadság, ez egy függetlenség ez az egész, ez azért talán. Milyen tanácsot adna kezdő természetfotósoknak? Járjanak, és lássanak, és vegyék észre a természetbe azokat a lehetőségeket, azokat a fényviszonyokat, amiket érdemes észrevenni. Nem kell komoly felszerelés, tehát egy nagyon alapgép is elég. Tehát nem ez a lényeg, hogy milyen szerelésem van. Nyilván, hogy minél jobb egy technika, azért annál könnyebb vele fotózni, de nem ez számít. Az számít, hogy vegyük észre a szép pillanatokat. Mert ha azt nem vesszük észre, akkor ugye az nem örökítődik meg. De nem baj, mert mindig jön egy új. Tehát, hogy ez a fantasztikus az egészben. A mottomban egyébként le is írtam, hogy magának a fényképezésnek nincs befejezése, csak újrakezdése. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek. Egyébként azért is készült a kiállítás, egy kicsit megpróbáljam átadni azt, ami engem motivált, vagy elindított ezen a úton.